Szeretettel köszönöm minden érdeklődőt az ötödik alkalommal megrendezésre kerülő szeretetkoncert alkalmából. Az eddigi gyakorlattal eltérően az idén a református egyházat helyet és segítséget a rendezvénynek, amit ezúttal is köszönjük nekünk. És most szeretném átadni a szót Nemes Gyula lelkipásztornak. Nagyon sok szeretettel köszöntöm én is a kórust, hogy megtiszteltek bennünket. Utoljára a református templomban 15 éve láttam őket Cecén, amikor még ott voltam, és nagy öröm, hogy ide is eljutottak a kálozi református templomban. Köszöntöm mindazokat, akik eljöttek erre a mai délutára. A Bibliából szeretnék egy éneket megolvasni, majd erre sokkal szebben fog csengeni a kórus ajkán. Lukács evangéliumából Máriának és Erzsébetnek az énekét. Megtelt Erzsébet szent lélekkel, és hangos szóval kiáltott. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhely gyümölcsed. Hogyan is lehetséges ez, hogy az én uram anyja jön én hozzám? Mert íme, amint felfogta a fülem köszöntése, hangját újonva mozdult meg a magzat méhembe. Boldog, aki itt, mert beteljesedik mindaz, amit az Úr mondott neki. Mária pedig ezt mondta, magasztalja lelkem az Urat, és az én lelkem újjon, Isten, az én megtartom előtt. Mert reá tekintett szolgáló leánya alázatos voltára, és íme mostantól fogva boldognak mond engem minden nemzedék, mert nagy dolgot tett velem a hatalmas, és szent az ő neve. Irgalma megmarad nemzedékről nemzedékre, az őt félőkön. Hatalmas dolgot cselekedett karjával, szétszórta a szívük szándékában felfogalkodottakat. Hatalmasokat döntötte trónjukról, és megalázottakat emelt fel. Éhezőket látott el javakkal, és bővölködőket küldött el üres kézzel. Felkarolta szolgáját Izrael, hogy megemlékezzék irgalmáról, amint kijelentette atyáinknak, Ábrahámnak, és az ő utódainak mindörökké. Isten áldja meg a mai szolgálatokat, és köszönjük, hogy itt vannak közöttünk. Vendégünk a Huszics Rendel kórus, mely 1966-ban alakult a Huszics házas felvezetésével. Évtizedekig követően lelkesedéssel dolgoztak mindketten a zenekultúra átadásáért. Huszics Rendel 2010-ben bekövetkezett halála óta felesége egyedül irányítja a kórus. A kórus létszáma 40-50 fő között változik. Külön érdekesség, hogy a kóruspróba az előre egyeztetett szüneteken kívül soha nem maradt. Külföldi vendégszereplései igen emlékezetesek. Bejárták Dániától Görögországig, szinte fél Európát. Műsoruk széles betekintést enged az egyházi művektől a madrigálokon át, Bartókon, Bodályon keresztül a mai szerzőkig, valamint a népzenéig, az európai kultúrát. Kórus kultúrában. 2010. június 6-án minősítő hangversenyt adott a kórus. 17 év után vettek részt újra a kóta minősítési rendszerében szervezett megméretetésen. Az eddigi fesztiválkórus minősítést egy fokozattal meghaladó hangversenykórus kategóriában lépett előre a csoport. 2010. október 17-én emlékkoncert keretében a vegyes kar felvette alapító kar megye nevét. Ettől a naptól az énekkar neve Huszics Rendel kórus. Jó szórakozást kívánok a magam és a szervezet kerülőnek. Kedves közönség! A Huszics Rendel kórus nevében köszöntöm Önöket. Willy Trapp Zengyen hálaének című művével kezdjük műsorunkat. Zongorán közreműködik Huszics Ibolya, vezényel Huszics Rendelnél. Thank you.
kórus mű következik. Weißrock, engem küldjél uram. Dawson, nem sokára véget.